nehéz helyzetben van ma a tudatos, kritikusan gondolkozó állampolgár, hiszen számos eseményen fejezhet ki az elégedetlenségét a kormányzattal szemben. Mi arra vállalkoztunk, hogy végigjárjuk ezeket a helyszíneket. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt úgy gondolta, hogy a béke nem minőségi, hanem mennyiségi kérdés, ezért idén is rászerveztek Bajár Zsolték békemenetére. Azzal hirdették az eseményt, hogy legyen ez a két békemenet országa. Két békemenet már elég, vagy még szükség lenne több? Szerintem egyelőre elég, de lehet, hogy így mennek a dolgok, lehet, hogy szükség lenne. Hajrá Magyarország! Él a kormány! Nagyon kedvelem a pártot, a Kétfarkú Kutyapártot, és valamilyen módon jelezni kell, még ha nem is vagyunk olyan sokan, mint az Orbán melletti kiálló békemenet, hogy vannak még emberek, akik másképp meggondolkodnak és nem akarják tovább azt a rendszert. Formán még véget sem ért az MKKP békemenete az Erzsébet téren, a Fővám téren már is kezdődik az MSZP, Párbeszéd, DK, Együtt és liberálisok közös tüntetése. Inkább az esemény hozott ide, kíváncsi vagyok arra, hogy melyik párt mit ígér, vagy mit mondanak, és akkor azt szerint fogok szavazni. Mit gondolsz az összefogásról, illetve a jelölt koordináció szerepéről, vagy fontosságáról? Fontos, ugyanakkor azt is megértem, hogy a pártok azt is akarják, hogy ugye a lehető legtöbb kampánypénzt vagy támogatást bevonzák, ezért nehéz lesz a megállapodás, de kell valamilyen koordináció, minimum a baloldali pártok között. Mit gondol, hogy mi az április 8-ai választások volt a tétje? Ó, hát a szabadságunk, az emberi méltóságunk, egyáltalán, hogy az a baj, hogy ez a tömegdemokrácia az tényleg olyan, hogy egy-két bit információt tudunk bevinni a rendszerbe, tehát hogy ennél sokkal többet nem várjunk azért őszintén, hogy lesz egy olyan párt, aki azt gondolja, amit mi gondolunk, és arra rászavazunk, és akkor olyan törvényeket fognak hozni betűről-betűre, ilyen ebből nem fog kijönni. Ha elérjük, hogy adott kérdésekben lehessen beleszólni dolgokba, akkor igen, rohadt sok aktivitás kéne, hát az ember egy lakógyűlésen általában nem hajlandó fél órát tölteni milliós vagyonáról szóló ügyekben, és azt hiszem, ahogy megy fel a tét, egyre kevésbé hajlandóak az emberek időt fordítani rá. Egy mosógépet azt megnéznek hónapokig. Mégis mire számít, hogy lesz a végkimenetel? Ilyenkor nem szedek tippelni, ez olyan, mint szeretek futballmeccset is nézni, és akkor inkább, ha szurkolok, akkor nem tippelek, mert az teljesen elrontja. Én szeretném, hogy legyen egy kormányváltás, bármi is lesz belőle őszintén, most azt kell mondjam. Melyet ezúttal a Független Diákparlament által életre hívott Diák Vagyok Mozgalom szervezet. Hát a kormány oldaláról azért nem sok szándékot láttam, hogy ezeket a változtatásokat, amik egyébként tök észszerűek, véghez is vigyék. Hát bizakodom abban, hogy április 8-án másik kormány lesz, és akkor többet elérnek. Direkt értelemben nem, mert fütyülnek rám, és lesöplik az asztalról. De talán áttételesen azt, hogy mutatják magukat, hogy kezükbe vették a dolgaikat, az hat mentálisan a társadalomra, meg talán befolyásolhatja az emberek gondolkodását, vagy a lelki állapotát. Megbuktak! 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 Ott is van! Megbuktak! Én olyan 18-20 évig a Fideszre szavaztam, de 2014-ben megváltozott a véleményem, ugyanis döbbenetes, hogy ez a kétharmad milyen felhatóságra képes. Túlzás, valami ellensúlyi kellene.